Több száz látogatót vonzott a nyitás utáni első hétvége a Miskolci állatkertbe. A hónapokig tartó bezártság után sokan vágytak a szabadba, így a Csanyik és Lilafüred is megtelt május 1-én. Az éttermek belső terei is megnyíltak a védettségi igazolványjal rendelkezők számára, de a jó idő miatt a legtöbben továbbra is a teraszokat választották. A felnőttek kizárólag a védettségi igazolvány felmutatása után léphettek be. Ezt leszámítva az állatkert hosszú hónapok után újra úgy nézett ki, mint a bezárás előtt. Maszk nélkül szabadon sétálhattak az emberek, a jó hangulathoz pedig a ragyogó, nyárias idő is hozzájárult. A szép időben csapatostul vonultak ki sütkérezni a szurikáták, a gyerekek pedig újra találkozhattak kedvenc állataikkal. Volt, aki a lakmározó kenguruknál telepedett le. Marcell pedig egy papagájjal találta meg a közös hangot szinte azonnal. Mit láttatok eddig? Hát sok mindent, teknőst, kígyót, szörös pókokat, meg ez olyan aranyos, ezek a papagájok visszabeszélnek. A Miskolci állatkert tavaly november óta zárva volt, az első hétvége pedig több mint 600 látogatót hozott. Örültünk neki, nagyon be volt zárva az ember, nem lehetett kimozdulni, meg látogatni semmit, úgyhogy nagyon, nagyon örülünk neki, hogy eljött ez a pillanat. Ugye van védettségi kártyátok, mi az, amit most ki fogtok ezzel használni? Ugye? Mindent. Mindent. Éttermet, mozit, ami lehetőségeket nyújt ez az egész, azt mindent ki fogunk próbálni. Újra megterítették bent az asztalokat. Május 1-én a legtöbb étterem is megnyílt a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára. A jó idő mégis inkább a teraszra vonzotta a vendégeket. A hétvégén a Miskolci kisvasút is elindult, amely a következő hetekben pályafelújítás miatt szakaszosan közlekedik majd hétvégente a Dorottya utca és Lilafüred között.